Emlékművek nem a hősöknek kellenek, hanem nekünk, kései utódoknak, akik meg akarunk őrizni, helyre akarunk állítani, életre akarunk hívni minél többet abból, amit Petőfi életműve megtestesít és a mának üzem. Ahogy az alaptörvény fogalmaz, büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Ám emlékezést parancsolni nem lehet. Emlékezni a közösségnek kell. Emlékeznünk kell, hogy értsük a szabadság értékét és árát, melyet a Petőfi család tagjai külön-külön és együtt is megfizettek. Június 11-én felavatták a Petőfi család megújult síremlékét a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter avató beszédében elmondta, hogy a Petőfi család újra méltó formába hozott síremléke a leginkább kézenfekvő lehetőség fejet hajtani a sem holtában, sem testi valójában, hanem egyedülálló életművében velünk maradt költőóriás előtt. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója beszédében kiemelte, hogy Petőfi mindenütt ott van, ahol magyarok vannak, és mindig ott lesz, amíg a magyarság megmarad. Szelleme az egész Kárpát-medencét belengi. Kiskörösön született, de emlékezhetünk rá Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumnál, a Deák téren, az Insula Luteránában, ahol tanult, de koptatta az iskolapadot Pápán, a Református Kollégiumban is. Színészkedett Székesfehérváron, emellett Sopronban és Debrecenben katonaként fordult meg, de szelleme ott van a határon túli területeken is. Erdélyben Erdődön tartotta az esküvőjét, Kolton volt Nászúton, és a hagyományok szerint Segesvár mellett a Fehéregyházi csatamezőn érte a halál. Felvidéken Selmecbányán is járt iskolába, és Horvátországban, Zágrábban katonaként emlékeznek rá. A síremlékavatás napjától pedig lett egy újabb méltó hely, ahol emlékezhetünk nagyköltőnkre. Rákai Filip a síremlék felújításának mecénása szerint a múlt tisztelete és emlékezete nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Ez a rövid válasz arra, hogy miért is gondoltuk úgy a feleségemmel, hogy mecénásai leszünk a mögöttünk álló síremlék és környezete megújításának. A hosszabb válasz persze jóval prózaibb, egészen pontosan 2021. március 15-én virágokat hoztunk a gyerekeinkkel ide, a Fiumei úti sírkertbe, mégpedig a 48-as hősök emlékére. És akkor szembesültünk azzal, hogy a Petőfi család síremléke bizony meglehetősen elfeledett állapotban áll. A feleségemmel abban a pillanatban eldöntöttük, hogy minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy a saját erőnkből változtathassunk ezen a helyzeten. Az elmúlt egy évben felújították a teljes síremlék kő és fém részeit, megújultak a környező növények és a díszburkolat. Helyreállították a sírkert eredeti úthálózatát is a Petőfi család síremlékének környezetében. A megújult síremlék mintegy 4 méter magas, a 2 méter magas haraszti kő posztamensen 2 méteres bronz turulmadár látható. A talapzat alsó részén pedig bronzkoszorú van. Kiskörösváros képviseletében dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, valamint Szedmák Tamás alpolgármester vett részt az avató ünnepségen, akik a többi résztvevővel együtt elhelyezték koszorújukat a síremléknél. Az eseményen közreműködött Timár Sára, a junior primadíjas énekesnő, Berettyán Nándor színművész, a Karinti Színház igazgatója, valamint Heinzinger Miklós, a Misztrál együttes alapító tagja.